Kemenes Szabolcs, a Sport TV egyik állandó spanyol futball szakértője, úgyhogy most kapus szempontból vizsgáljuk meg a spanyol bajnokságot. Sziasztok, kedves nézők! A mai napon végigmegyünk a La Liga top 5 kapusán. Abszolút szubjektív a lista. Ötödik helyezett, ki ismeri, Diego Alves, a Valencia jelenlegi kapusa. Csak úgy hívják, mint a 11-es ölő a spanyol ligában. Elképesztő dinamikus, fizikális adottságai szenzációsak. Nem az ő hibája az, hogy a Valencia így szerepel, ahogy. Negyedik helyezett, Diego López. Szívemnek nagyon kedves kapus, hiszen a Milán csapatában is szerepelt, és hát nagy vérmes Milán szurkolóként ez mindig kedves az ember szívének. A Real Madridnál is bizonyított, jelenleg az eszpanyol hálóját őrzi, és amióta ő a csapatnál van, azóta abszolút felemelkedésnek indult a klub, úgyhogy bízunk abban továbbra is, hogy ilyen jól fog teljesíteni a La Ligában. A dobogó legalsó fokán nálam a sevillai Rico szerepel. Idén nyáron komoly vetértársat kapott, és hát ez a teljesítmény is meglátszott, ugyanis nagyon kiemelkedőt nyújt a Sevillában, és neki is köszönhető azt, hogy ennyire jól szerepel a BL-ben is, és a spanyol bajnokságban is a csapat. Úgyhogy az ő idei szereplése abszolút a pozitív meglepetés kategória. Az ezüstérem nálam Asenjoé, aki a kedvenc spanyol csapatomnál, a Villarrealnál véd. Nagyon-nagyon jó képességű fiatal srácról beszélünk, relatíve fiatal kapus szemszögből, akiben nagyon-nagyon sok van, és nem lepődnék meg, hogyha hosszú távon esetleg egy még nagyobb klubnál szerepelhetne, mint a Villarreal. És ha már itt van mellettem a La Liga trófea, akkor nálam a bajnok mindenképpen Oblak, a szlovén hálóőr. Azt gondolom, nem igazán indokolt, hogy túl sokat beszéljek arról, hogy miért is. Az Atletico Madrid kiválósága és jelenleg a világ egyik legdrágább kapusa mindenképpen kiérdemelte a spanyol bajnoki címet kapusként. Ez volt tehát a te ötös listád, ami ugye érdekesség, hogy a Real Madrid és a Barcelona kapusa nem került be ebbe a kis csapatba, miért nem? Valóban jól látod, a kérdés is abszolút adja magát. Hát kezdjük az elén, kezdjük a Barcelonánál. Ter Stegen szerintem ebbe az ötösbe nem fér bele, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Barca hosszú távon számol-e vele első számuként, hiszen azon kívül, hogy nagyon jó a lábbal való játéka, tehát be tud csatlakozni a játékba. Német. Német, igen, és már az újfajta német kapusiskolában nevelkedett, úgy, mint Neuer például. Ettől függetlenül én nem érzem azt a klasszist benne, mint amit egyébként a Barcelona képvisel, úgyhogy nálam ezért sem szerepelő a top 5-ös listában. Navas pedig, a Real Madrid kapusa, én azt úgy érzem, és Real Madrid mércével kell mérnem az ő teljesítményét, hogy a karaktere az nem olyan, ami egy Real Madridhoz illene, és nem véletlenül halljuk a pletykákat De Gea-ról vagy Courtois-ról a Real Madriddal kapcsolatban, mert a vezetők is érzik, hogy kell egy kicsit karakteresebb arc oda a kapu elé, és ezért is van az, hogy gondolkodnak az ő váltásában, és nálam sem került be a top 5-be. Ez a karakter itt mire gondolsz pontosan? Inkább az emberi kisugárzásra és karakterre gondolok. Nem a szakmáról van szó, hogy jól tud-e rúgni lábbal, vagy jó-e a labdafogása, nem erről van szó. Arra van szó, hogy nincs meg az a brutális kisugárzása, ami egy Real Madrid kapujába kell, és hogyha végigmész a Real Madridon, akkor látszik, hogy minden pozícióban megvan ez a karakter, aki sugárzik, aki erőtől duzzad. Egy kicsit gyenge pontnak érzem Navaset ezen a poszton. Kicsit olyan, mint aki elképesztően túlzottan is hálás azért, hogy ő a Real Madridban lehet, és nem meri megmutatni a csibész vagány énjét, ami viszont elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy ilyen szinten futballozzál. Ezért is érzem azt, hogy egy picit túl szerény a Real Madridhoz, ha lehet ilyet mondani.